A Karinti Színháztól indult az a kulturális séta, amelyet Kis Eszter színész vezetett május 26-án. Szeretem mindig azt a helyet, ahol járok, egy kicsit megnézni. Például nagyon érdekelni szoktak az utcanevek. És amikor látok egy-egy utcanevet, pláne hogyha személyről van elnevezve, rögtön az eszembe ötlik, hogy ez kicsoda volt. És akkor utána nézek, és általában hát persze olyan híres ember idézőjelbe, akit mi nem ismerünk, de aki valamilyen módon mondjuk a kerülethez kötődik, vagy hogy jutott eszébe valakinek egy ilyen utcanevet adni éppen. Az eseményen dr. László Imre Újbuda polgármestere is részt vett. Köszöntőjében elmondta, a környéken élők és utazók nap mint nap elmennek olyan ikonikus helyek és híres emberekről elnevezett utcák mellett, amelyeknek hátteréről egyebek között az ilyen rendezvényeken szerezhetnek újabb és újabb információkat. Bács Márton képviselő is hangsúlyozta, a kerület ezen része több olyan híresség nevét viseli, amely Magyarország tudományos és kulturális hírnevét vitte tovább a világba. A Karinti név önmagában is egy modern szóval egy kulturális brand. A színház is évtizedek óta itt van. Játszik, népszerű, jönnek a látogatók, de vannak itt olyan utcanevek, ugye ez a program, ez arra szerveződött, hogy egy színész segítségével felidézzük, hogy kik is voltak azok az emberek, akikről itt a környéken utcákat neveztek el. És mindig az van egy nép életében, hogy vannak olyan emberek, akik sokat tesznek le az asztalra, és hát fénylő csillagok mondjuk úgy a magyar kultúra vagy a tudományos élet terén, és sajnos az ő fényük elhomályosítja sokszor a nem kevésbé fontos, de kevésbé látványos eredményeket elért emberek munkásságát, és nem árt néha rájuk is emlékezni. A séta állomásai egyebek között a Ballagi Mór és Tallóci Lajos nevét viselő utcákban, a Nemes Nagy Ágnesről elnevezett művészeti iskola előtt és a Remiznél voltak.